Tomi mesék. Tomi beteg. Tominak az iskolában épp környezetórája volt. Gyerekek, ma a baktériumokról és a vírusokról fogunk tanulni. A baktériumok mindannyiunk testében jelen vannak, ezzel szemben a vírusok, mint a paraziták, elveszik tőlünk az energiát. Ez elég durva! Jaj, Rolikám, kérlek, fújd ki az orrodat, és holnapra mindenki hozzon be egy 100-as zsepit, mert így is 5-en hiányoznak az osztályból. Tomi délután találkozott Petivel. Szia, Peti! Hú, elég ramatyul nézel ki. Hát nem is vagyok jól. Azt hiszem, elkaptam ezt a nyavaját. Jaj, ne! Inkább rám se néz, nehogy elkapjam én is. Szia! Már nem nézek. Akkor szia! Tomi megnézte a környezetkönyvet, és betartott minden óvintézkedést. Reggel vett be vitamint, sokat teázott, a buszon maszkot tett a szája elé, és állandóan kezet mosott. Antibakteriális szappannal. Másnapra országos járvány lett, még a tévében is bemondták. Országos influenza járvány van. Tomi annyira félt, hogy még az iskolába sem akart bemenni. Szia, Lili! Bocs, de most nem kérek puszit. Miért? Nehogy megfertőzzük egymást. Jaj, tényleg, igazad van, Tomi. Végül már 12-en hiányoztak az osztályból, amikor matek órán Tomi rosszul érezte magát. Fájt minden porcikája, hány ingere volt, és egyre jobban fázott. Tomi, jól vagy? Olyan sápadt az arcod. Hát nem annyira. Látom, el kell menned a doktorbácsihoz. Ki kíséri el, gyerekek? Én! Kiáltotta Lili. Tomi alig vánszorgott, így Lili először csak a kezét fogta, aztán a tornazsákját, végül pedig a táskáját is. Így sétáltak át a doktorbácsihoz. De a rendelőben giga tömeg volt, és csiga lassan haladt a sor. Végül azért bejutottak. Doktor bácsi, ugye ez nem influenza? Hát, Tomikám, ez bizony az. Pár napig otthon maradsz és pihensz. Lili hazakísérte Tomit, és megmérték a lázát. 39,5 fok volt. Ez már nem játék. Hűtőfürdőt kell alkalmaznunk. Hogy mit? Egy langyos fürdő. Lassan engedek bele hideget, így lassan lehűlsz te is. Az jó. De cidris. Csak csukd be a szemed, mindjárt jobban leszel. Tomi becsukta a szemét, de mindenhol csak fertőzött zombi sejteket látott. Aztán magára pillantott. Jaj, a kezem! És a lábam! És mi ez a hely? A Matrixban vagyok, vagy mi? Ne dumálj ennyit, itt a fegyó, és adj nekik! Tomi lövöldözött, de nem sok sikerrel. Lövöm, lövöm, de hiába! Persze, mert a piros fegyó csak a piros vírust pusztítja, ezeket csak lelassítja. De ne hagyd abba, mindjárt érkezik az upgrade! Lövöldöztek, ránisztak, de egyre több fertőzött tolongott előttük. Aztán egy maszkos csávó érkezett biciklivel. Hello, bocsi, lekéstem a buszt! Akkor induljon a mintavételi művelet, gyerünk! Tomi ügyesen kommandózott, és egy taki-huki fogással leterített egy fertőzöttet. Megvan a minta! És most mi lesz? El kell vinned a laborba analizálásra. Oké, mondta Tomi, és rohant, ahogy csak tudott. Betette a mintát az analizátorba. Analízis kész. Ellenanyag szerkezet betáplálva. Nyomja meg a start gombot az immungyártás indításhoz. Tomi megnyomta a gombot, és már potyogtak is az új zöld fegyó. De közben a csatatéren egy gigaslájmos trutyiszer, ami váltódott össze a fertőzöttekről. Tomi, hamarosan kéne az az upgrade. Jaj, hozom már, kiáltott Tomi. A trutyi szörny már pont elérte volna a védelmi vonalat, de az új fegyoktól úgy szétrobbant, mint egy lufi. Tomi, köszönjük a segítséged! Hál' Istennek nem kellett újra spannolnunk sem. Szívesen! A fehér vérsejtek mentek vissza a hibernálóba, Tomi pedig közben felébredt. Tomi, jobban vagy? Igen, sokkal. Szupi, akkor én megyek is, úgyis hazaért már az anyukád. Jaj, Tomikám, csak most engedtek el a munkahelyemről. Szia, Tomi! Köszi, Lili! Szia! Tomi még a héten otthon maradt és pihent. Pár nap múlva pedig visszament a doktorbácsihoz. Tomi, szerencsére nincs felülfertőzés. Nem kell antibiotikumot szedned. Hurrá! Azóta Tomi és Peti is meggyógyult, és mindketten nagyon elővigyázatosak járvány idején. Tomi mesék. Tomi kirándul. Tomiék osztálykirándulásra mentek. Leszálltak a vonatról, elfoglalták az erdőszéli szállásukat, és már indultak is túrázni a közeli erdőbe.
Mentek világos réten, csobogós patakparton és meredek erdei ösvényen, ahol Lili kicsit lemaradt a fiúktól. Pont az ösvény szélén totyogott, amikor Ágoston odaszólt neki. Ne lép rá, mert védett! Tényleg? Igen, ez a tüzes liliom, és ez eszme értéke 100 000 forint. Júj, az írtóra drága! És ez mi? Az a vérre hulló fecskefű. Jó tyúkszem és szemölcs ellen, de kizárólag külsőleg, mert könnyen okozhat mérgezést. Ó, majd vigyázok rá, ha tyúkszemem lesz. Hihihi. Helyes! És látod a fákon azt a zöldet? Pár perc múlva utolérték Tomiékat. Ágoston nagy dumás, mi? Tomi, neki aszpergere van! Olyan nekem is kéne mindent tudnék a növényekről. Tomi! Jól van, na csak ugratlak, mondta Tomi. Nem sokára megálltak egy réten, és elővették az ebédet. Egy kiflit, egy májkrémet és egy csokit. Nem tudom kinyitni. Nem szeretem a májkrémet. Kérsz kakaót? Ó nélkül. Gyerekek, a következő fogás a nyafogás. Aztán tovább mentek, és délután megpihentek egy tisztáson. Na jó, gyerekek, egy óra múlva gyülekező itt. Mehettek a játszóra, a patakhoz, csak az oroszlán barlangot kerüljétek el. Tomiék futottak a játszóra, de nem tartott sokáig az örömük. Elég uncsi ez a játszó. Ja, ma majdnem be is aludtam. Gyerünk a hegyre! Oké! Nekivágtak a meredek hegyoldalnak. Jegyezzük meg, merre visz az ösvény. Oké! Jé, itt egy barlang! Bemegyünk! Hát persze! Ugye ez nem a... oroszlán barlang? Trasfutyeri Bialta! Hát ez meg mi a búbánat? Fiúk, ez nem is oroszlán barlang, hanem oroszlány barlang. Ó, Haroshi Manchiki! Azta, dögös csaj! Na menjünk innen, fiúk, mondta Lili. Visszaindultak az ösvényen. Akkor a bokornál egyenesen. Ennél? Persze, a nagyfánál jobbra. De itt mindegyik fa nagy. Á, ez volt az, a kőnél balra. De itt csak kövek vannak. Jaj, ne, eltévedtünk. Nyugi, emlékszem, hogy északra kell menni. De honnan tudod, hogy merre van észak? Csak onnan, hogy pont szembe van déllel. Mi? Aha, Ágoston mondta, hogy a moha mindig az északi oldalon vastagabb. Nézzük a fákat, és tuti kijutunk. Már épp kezdett sötétedni, mikor Peti megszólalt. Legalább kraftoljunk egy sátrat. Minek? Itt van egy. Akkor menjünk be éjszakára. Hú, ez tiszta ideglelés. Bebújtak a sátor ajtaján, de elég sötét volt odabent. Te is hallottad, Tomi? Aha, te, Peti, mitől ilyen nagy a kezed? Nem is nagy a kezem, de neked mióta ilyen szőrös a karod? Hé, Tomi, ne karmolj már! Nem is. Szaladtak ki a sátorból, ahogy csak bírtak, de a fák között szembe jött velük egy piros ruhás lány. Atya, gatya, te nem a piroska vagy? De, szia! Ne menj oda, ott egy farkas! Nyugi, csak filmet forgatunk. Mi? Végre megkaptuk a támogatást a szuper eredeti filmünkhöz. Lesz benne piroska, farkas, meg két szarvas. Aha, nagyon jól hangzik. De mit telestek az erdőben ilyen későn? Eltévedtünk, vissza kéne jutnunk a táborba. Az nem gond, vágom az erdőt, csak nem fejszével. Visszakísérte őket a szállásukra. Épp a tanítónéni lépett ki az ajtón, és szembe találta magát a farkassal. Te szatír, Bernhajder gyereklabló! Nem ár! Mit csináltál a gyerekeimmel? Nyugi, tanárnő, nem rabolt el, csak eltévedtünk. Ő segített visszatalálni a szállásra. Ja, akkor bocsánat, de most már irány krumplit pucolni, gyerekek. Különben sosem lesz kész a bogrács gulyás. Elkészült a gulyás, és Tomiék jól belakmároztak. Másnap reggel pedig indultak is haza. Azóta Tomiék sosem mászkálnak el egyedül az erdőben. Tomi mesék. Tomi és a sulibuli. Tominak épp matek órája volt a suliban, a tanárnéni pedig osztotta ki a dolgozatokat. Karesz 2-es. Lili 5-ös. Tomi 4-es. Hát Tomikám, tőled többet vártam. Tudom, hogy nagyon tehetséges vagy. Persze, a vétéputolásban, mint az anyád. Csend legyen, gyerekek, ezt majd a szünetben, most pedig folytassuk az órát. Mikor kicsöngettek, Tomiék elmentek ebédelni. Te vén a táskád? 20 éve biztos divatos volt. Ja, mucsara csak én. Szálljatok már le rólam. Finom az ebéd. Biztos jobb, mint az otthoni moszlék. Ne is foglalkozz velük, Tomi. Inkább menjünk el délután gyakorolni. Már csak 2 nap van a sulibuliig. Most inkább nem, mondta Tomi és hazament.
egész délután a szobájában gubbasztott, még rendet is rakott bánatában. Csúrú! Zuzel! Vette putoló! Anyu! Várj egy kicsit, Tomikám! Éppen pucolom a vécét! Aztán mégis kiment a kertbe, és találkozott Petivel. Mi a baj, Tomi? Á, semmi. Gyerünk, menjünk a játszóra, ott lesz Lili is. Megragadta Tomi kezét, és elrángatta. A játszón már Lili várta őket. Szóval mi a baj? Az, hogy mindig szivatnak. Ők hárman, és úgy hívják magukat, hogy a gizdák. Múlt évben rászálltak a Gabira, és évvégén el is ment az osztályból. Ezt felejtsd el, gizdázni bárki tud, még én is. Én már láttam a Star Wars 42 premier előtt, és kaptam hozzá a játékos menüt, amiben a szívószál egy lézerkard volt. Ez nekem is megy. Én minden hétvégén a tropikáriumba járok apukámmal, és cápákkal úszkálunk. Hihihihi, tényleg így beszélnek. Ne is foglalkozz velük. De a gizda főnöknek 500 lóerős menő autója van, mi meg egy 20 éves trabival járunk. Persze, láttam múltkor, 500 lóerős, gyönyörű, piros, csak éppen traktor. Jó, igazatok lehet. Inkább tanuljuk tovább a táncot. Oké. És egész délután gyakoroltak. Másnap Tomi jókedvűen ment a suliba. Matek órán egy durva szöveges feladatot oldottak meg. Akkor milyen sebességgel halad az autó? Karesz? Tomi? Okoska biztos tudja. 50 km per órával. Nagyon jó. Kapsz egy kisötös, Tomi. Végül tesi órán futásfelmérés volt. Úgy is lenyomnak, mint szájszagot a mentolos rágó. Leverünk, mint vaka poharat. Nini, egy elefánt. Mi? És Tomi már futott is. Ő lett az első, rekordidővel. Másnap Tomiék a játszón találkoztak, és együtt mentek a sulibuliba. Te Csini vagy Lili? Köszike, van rajtam ám rúzs is. Nézd! Dögös. Miután lenyomták a kötelező zsíros kenyér kóla menüt, beléptek a tornaterembe. Sötét volt, húva fények cikáztak, és full hangerőn nyomta a DJ. Jó. Szerintem vegyüljünk el a tömegben, csak semmi feltűnés. Oké. A gizdák a hangfal előtt lötyögtek. Mi van, Gagyi gang? Még táncolni se tudtak? A nagyim jobban adja járókerettel. Na, adjunk neki! És jól nyomják. Puffa be! Aztán végre a tombola sorsolás következett. 13-as. Egy éves gyúróterem bérlet. Rád fér. 41-es. Hú-hú! Egy menő napszemcsi. Ez jól megy majd a táncotokhoz. 22-es. Yeah, így kell ezt. Egy gumikatya. Illik hozzád. Na, húzzunk innen! Még maradhatnánk, tök jó a buli! Te áruló, nem is tartozol közénk! Mennyi te is vészét kutolni, Nyomika? Két gizda kiment az udvarra, és Karesz belelépett egy óriás kutyagumiba. Béna kutyák, lenne bolhás az összes! Vagyis, igen, lenne. Szia, akarsz táncolni? Hát igen, szeretnék. Na, akkor gyere, nyomjuk! Egész este bulisztak, azóta Tomit senki sem cikizi már az osztályban. Tomi mesék. Tomi horgászik. Egyik reggel Tomi épp strandra készült, és a ház előtt találkozott Petivel. Szia, Peti! Jössz strandolni? Megőrültél? Csak 20 fok van. Én horgászni megyek. Ó, veled mehetek én is? Persze! Csak az a gond, hogy nem tudok horgászni. Nyugi, megtanítalak, én pró vagyok. Még horgászengedélyem is van, nézd! Azta, ez menő! Ja. A tóhoz vezető úton Peti elmagyarázta az alapokat. Van a bót, a zsinór, az úszó és a horog. Arra kerül a csali, ami szinte bármi lehet. Kenyér, giliszta, légylárva vagy akár lótetű is. Odaértek a partra, bedobták a cájgot és figyelték, hogy mikor viszi el egy hal. Figyelték állva, gugolva és ülve is, de az úszó meg sem mozdult. Próbáljuk meg kenyérrel. Már próbáltuk meg csontival is. És most giliszta van rajta? Igen, de úgy látszik, ma fogyóznak a halak. Szerintem inkább adjuk fel. Ne, várj, nézd! Végre megmozdult az úszó, aztán elindult, mint egy motorcsónak. Peti megrántotta, és egy vicces, bajszos halacska kalimpált a zsinór végén. Ó, ne, törpe harcsa! De, Ari,
Áucs! Csak szúrósak a tüskéi. Nyugi, van sebtapasz a horgászdobozban. Köszi, és Tomi leragasztotta a bibiét. Ez mindent megeszik a többi hal elől. Nem baj, azért dobjuk vissza szegényt. Tilos, elvehetik a horgászengedélyem. Jaj, csak azt ne! De nyugi, a macskák imádják. Nem engedem, inkább elviszem a kerti tavunkba. Oké. Sorban fogták a törpéket, és végül már olyan sok volt, hogy Tomi sem tudta volna hova tenni őket. Psz! Tomi, figyelj! Ha pontyot akartok fogni, próbáljátok kukoricával. Attól nekünk úgy hány ingerünk van. Látod? Jaj, köszi! Peti, próbáljuk már meg kukoricával. De az nincs is nálunk. Már hogy ne lenne? Nézd! Azt a Tomi, te mindenre gondolsz! Bedobták a botot, vártak, üldögéltek, és már nagyon unták magukat, mire Peti felkiáltott. Az úszó! Tomi ugrott először, és már rántotta is a zsinort, de hiába. De már beakadt a horog egy fatörzsbe. És a fatörzs mászik a víz alatt? Az úszó elindult, de végül nagy nehezen sikerült kihúzni a vízből. Egy ponty! Honnan tudtad, hogy kukoricával kell próbálkozni? Hát onnan, hogy tudod törpeharcsául. Tőlük tudom az infót. És tudok még csigául, denevérül és gombául is. Aha. Az óriás ponty csak tátogott, amikor Peti megszólalt. Figyelj, van egy kis gond. Ő a ponty király. Mi? A királyt mégsem ehetjük meg. Honnan tudod, hogy ő a király? Hát csak úgy, hogy én meg pontyul tudok. Visszaengedték a ponty királyt a vízbe. Tomi otthon bedobta a kertitóba a törpeharcsákat, és végül fincsi, fagyasztott harudit vacsoráztak. Tomi mesék. Tomi és a télapú. Tomiék együtt mentek a suliba. Képzeljétek, fiúk, a Mikulástól egy csini téli kabátot kértem Encinek. Encinek? Tudjátok, a kedvenc babámnak. Ja, értem. Én pedig a Fortman játékot kértem számítógépre, mert az annyira menő. És te, Peti, mit kértél a télapótól? Ó, hát én nem szoktam kérni, így mindig meglepi, hogy mit kapok. Ó, ez izgin hangzik. Az osztályban Mikulás ünnepséget tartottak. Ho-ho-ho-ho! De jól nyomja az ongorás csávú! A Cindy! Oh yeah! Peti! Peti! Ja, bocsi! A télapó elkezdte osztogatni a szaloncukrot. Itt a csoki gyerekek! Ugye jók voltatok? Nesztek, delósok! Elhittétek? Ez csak kerekben portás! Na, ne sírjon már! Itt egy kis szaloncukor! Akkor maga nem is a télapó? Ó, nem, még a bajszom sem igazi. Az igazgató kért meg, hogy ugoljam be Mikulásnak, mert úgyis nagy a hasam. Hát kár. Tomiék szomorúan sétáltak hazafelé. Nem már, én azt hittem, hogy a télapó tényleg, hogy hoz, és ez gáz. Én ma ki se teszem a csizmát az ablakba. Én se, azt tuti! Tomi bezárkózott a szobájába, és egész estig csak bámult ki a fejéből. Nehogy már ilyen béna legyen ez a télapó ünnep, majd én megmutatom, hogy igenis létezik a Mikulás. Elhatározta, hogy a saját kézzel is, de elkészíti az ajándékokat. Lilinek vart egy vicces babaruhát régi anyagokból, Petinek pedig leporolta a tanuló szintijét, és még új elemeket is tett bele. Este pont az ablakukba akarta csempészni az ajándékokat, amikor rádudált valaki az utcán. Ho-ho-ho-ho! Jaj, Mikulás! Tényleg te vagy az? Hát persze, ki másnak van ilyen hasa és rénszarvas szánja. Nézd, még nitro is van rajta. Ez nagyon OP! Ho-ho! Gyere, segítek elvinni az ajándékokat a barátaidnak! Egy szempillantás alatt végeztek is. Köszönöm szépen, télapó! Itt nem kellett felmásznom a harmadikra. Ho-ho-ho-ho! Mivel jó gyerek voltál, te is kapsz egy ajándékot. Ó, a Fortman játékom! Köszi, Mikulás! Akciós volt! Ho-ho! És azóta Tomi minden évben meglepi a barátait valamivel Mikulásra. Hé,
Él a poét, van hó a subája, most iratkozz fel a csatornára. Like, még egy like, csokiból meg csak a like.